Szavaztok, jó estét! Sziasztok! Majd egy nagyon finom kis kellemes diós csigát fogunk összehozni Márk fiammal és Alex fiammal, aki filmez. Mondom nektek az alap, a tészta receptben mi van benne. Márkocska, légy szíves, addig lisztesz be itt a munkaasztalunkat. Tehát az alap recept a tésztának 60 dek a finom liszt, 3 deciliter langyos tej, egy 3-4 dek a élesztő, egy egész tojás, 2 erőkanál cukor, egy kis kávéskanál só, 10 deka olvasztott vaj, és egy csomag vaníliás cukor. Majd a töltelék lesz, egy 15 deka vaj, vagy pontosabban most nem is vajjal fogunk dolgozni, hanem mascarpone sajttal kenjük meg a tésztát. Erre rászoljuk a diót és a cukrot, és így fogjuk föltekerni a csigát, jó? Tehát kezdjük is neki. Jó, meg van lisztezve a munkaasztal. Mondjuk én egy nagyon picit még azért teszek ide, mert széthúzzuk a tésztát. Jó, ezt megtagasztottuk géppel, és csak szobahőmérsékleten kelesztettük. Jó, pici lisztszórás ide is jött a tésztája. Tehát megpróbáljuk úgy a tésztát megnyújtani, hogy egyenlő legyen a szélte hossza. Jó, majd az oldalaira egy kicsit húzunk. Jobb lenne egy másik nyújtófa, nem ez a lapos, de szerintem ebből is el fogjuk érni a jó végeredményt. Még ebben a tésztával olyanokat is lehet csinálni, hogy például diós lekváros csiga, az is egy nagyon-nagyon finom dolog, amikor a tésztát nem vajjal, nem mascarpone sajttal, hanem lekvárral kenjük meg, és úgy fog jönni rá a szólt dió. De ez az alap tészta recept, ez tökéletes kakaós csigának, csokis croissantnak, ugye ez a videó már fönn is van, meg tudjátok nézni. Most körülbelül ezt a tésztát, nem kell azért hajszál vékonyra kinyújtani, hogy azért tartása is maradjon, és kellemesen föl tudjuk majd csévélni, jó? De a lényeg az, hogy nézzétek, egy ilyen jó kis hosszú téglalap alakot kapjunk, hogy nagyon szépen meg lehessen tekerni majd. Jó, Márkocska, szerintem mindjárt gyere vissza, és szépen az éttermi kanállal elkezdheted megkenni a tésztát. Nagyon, nagyon kis rugalmas, szép tésztát kaptunk. Itt egy nagyon picit már hólyagos volt, de semmit nem fog jelenteni nekünk. És ezt úgy fogjuk fölcsévélni, kétféleképp lehet. Ugye így is föl lehet csévélni, így is föl lehet. Meglátjuk majd, amikor megkentük, hogy melyik irányba menjünk. Jó, nyugodtan dobd rá a kenyed. Sőt, én is hozok egy kanalat. Kisebb fajtát. És gyönyörűen így van. Elkezdjük a mascarpone sajtot eldolgozni rajta. Jó, én szerintem azért nagyon-nagyon sokat ne tegyünk. De viszont amikor megsül majd ez a finom diós csiga, egy nagyon-nagyon finom lágy tartalmat fogunk kapni. Ugye ezt lehetne vajjal, olvasztott vajjal, lekvárral, amint az előbb mondtam. Most mi mascarpone sajtot használunk, ez egy ilyen semleges ízű olasz krém sajt, de nagyon-nagyon finom lesz így a töltelék. Na, megvan kenve, mascarpone-t odébb tesszük, most jöhet a diószórás. Jó, alaposan, akkor vedd a cukrot, te majd alval szórod. Majd mindjárt ezt jó megszórjuk dióval, nem kell sajnálni a diót. Ez amikor egyébként majd kisül, akkor egy fantasztikus kis ropogós, diós, cukros sült réteg is lesz az alján, és én azt kiváltképpen szeretem. Na nézzétek meg, ez eredeti ráckevei saját fánkról származó dió. Nem sajnáljuk, bőven adunk neki. Természetesen lehet ezt dejóval helyettesíteni, de ugye az
az nem ugyanaz az élmény majd a szánkba, ha avval sütnénk. Na, így megvagyunk, Márkocska jöhet a dióra, vagy a cukor pontosabban, bocsánat. Azaz, azaz, ne sajnáld. Jó, így van, mindenhova jusson. Azaz, nagyon jó. Azaz, nyugodtan. Aki szereti, még esetleg mazsolát is, áztatott mazsolát is tehet bele. De mi most mazsola nélkül fogjuk elkészíteni. Ide a végébe is szóljál, jó? Legyen mindenhol egyenletesen a cukor. Jó, nem diétázzunk, majd valahol ledolgozzuk. Kimegyünk futni egyet-kettőt, jó? Hát szerintem ez így elég jó. Tökéletes, jó. Most ettől függetlenül kinyújtottuk a tésztát, ugye ez egy, hogy mondjam nektek, ez egy kell tészta, ez azért kicsit így húzódik össze, és időben el kell kezdeni a feltekerést is. Na most beszéltem arról, hogy tekerhetnénk innen, teker. Én azért fogom innen tekerni, mert innen több réteget fogok most kapni, jó? Nem használok konyharuhát hozzá, és szépen alaposan elkezdem a legelejét így visszahajtogatni. Egyébként érezni ezen az oldalt egy nagyon-nagyon picit vékonyabb a tészta, de itt hiba nincsen ebből. Jó, szépen hajtjuk, picit néha visszahúzzuk, hogy tömör legyen. Az oldalait is ki lehet húzni a csigának, a tésztának, hogy egyenlő rész érkezzen mindig. Néha igazítunk egyet rajta, ezt visszahúzom, idehúzom, idehúzom. Jó, itt az a kis hólyagos réteg, de ugye ez nem fog látszani. Jó, ezt megint csak kihúzom idáig, ezt megint kihúzzuk idáig. Na nézzétek meg, egyelőre meghúztuk a csigát, fölcsévéltük, kaptunk egy ilyen gyönyörűséges egységes csigát. Itt egy nagyon picit vékonyabb, de nem lehet látni. Ebből a kis liszttel azért megszórom, hogy még nyugodtan szépen el tudjam húzgálni. Már hozol nekem egy hosszúkét? Nem, azt nem arra gondoltam. Ami ott van mellette baloldalt, azaz. Tökéletes. Jó, egy nagyon-nagyon picit rendet csinálunk itt ebbe a kis kupiba. És szépen elkezdem fölvágni a csigákat. Ugye az nem jó, hogy a túl kell a tészta, inkább majd akkor kelljen a tészta, amikor fölvágtuk. Fölvágom én jó gyorsan, Márkocska, megmutatom, hogy milyenekre lesz. Na nézzétek meg. Tehát ez lesz a szabvány méret. És akkor ebből pár darabot ki is fogunk sütni. És a többi, ahogy szoktuk csinálni mi itthon, megy a mélyhűtőbe. És a mélyhűtőből fogunk minden reggel dolgozni, ugye amikor fiúk mennek az iskolába, azt szoktuk csinálni, vagy anyu, vagy én föl kell, pontosabban a feleségem, és picit megkelesztjük, kisütjük, és akkor reggel egy nagyon finom kis csigát tudok a fiaimnak adni, nem a bolti cuccot kell megvásárolni, ami ugye tele van mindenféle elbetűs gondolattal. Nézzétek meg, én szerintem fantasztikus, már így nagyon gusztusos az egész. El tudtuk osztani, és kaptunk egy 60 dekás tésztából, azt mondja, hogy mennyi ez, 3-5, ez 20 darab csigát kihoztunk egy 60 dekás alaptésztából, meg a dióból, cukorból, mascarponeból, jó? Na, most egy picit elmegyünk, egy nagyon picit elmegyünk, de jövünk vissza, ez meg lesz kenve tojásságájába, vagy egész tojással, és utána egy 180-190 fokos sütőbe 10 perc alatt kisütjük. Mindjárt jövünk vissza. Tojásságájával megkentük a csigákat, sütőlemezre tettem, csak 6 darabot sütünk ki most estére, mert ebből jó bazi nagyok lesznek. És a többit előkészítettem már. Ki van zsugorfóliázva a mélyhűtő ládából egy rekesz. És itt szépen két sorba föl fogom még rakni a
azokat a nyers csigákat, amik mennek be a mélyhűtőbe, mínusz 26 fokra, ez nagyon gyorsan le fog fagyni, és amiről beszéltem, erről, ebből minden reggel kiveszünk, kelesztjük, sütő, és megvan a incsi-fincsi reggel, jó? Ezt most be fogom dugni, ezeket a csigákat, amiket itt megkelesztek, körülbelül még 10-15-20 percig kelesztem langyos helyen, bedugom 10-12 perc 180-190 fokon, és akkor tényleg már csak a végeredménnyel jövünk vissza. Elkészültek a csigák, egy jó 10 percet sültek a sütőben, gyönyörű szépen feljöttek, nagyon szépen megsültek. Én ezt gyorsan kirámolom, akkor most egy tányérra. Nézzétek meg az alját is, gyönyörű, cukros, diós lett, fantasztikus kis csemege. Jó, mondom, egy nagyon könnyen elkészíthető, nagyon finom kis recept. Próbáljátok ki, egy nagyon pici porcukorszórás, de enyhén, nem kell nagyon sok rá, mert édes a tészta. Megszórjuk. És így ennyi is jó, 20 darab jött ki belőle, gyönyörű szépek, próbáljátok ti is ki a receptet. És ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, sziasztok!